Szaúd-Arábia 50 milliárd dollárnyi megállapodást írt alá a keddi befektetési konferencián. A rendezvényt számos nyugati üzletember és politikus bojkottálta, miután kiderült, hogy Jamal Khashoggi-t az arab királyság emberei ölték meg. Egyfajta krízisen megyünk keresztül, ami a nagyon sajnálatos Törökországban történt esemény után kezdődött, de a királyság egy eddig példátlan mértékű, történelmi jelentőségű átalakuláson megy keresztül. Ez a vonat elindult, és nagyon határozottan, megállíthatatlanul halad az átalakulás útján, mondta Khalid Al-Falih energiaügyi miniszter. A Saudi Aramco olajtársaság 15 darab, összesen 34 milliárd dollárnyi szerződést írt alá. A társaság vezetője szerint a kormányzat továbbra is elkötelezett a részleges tőzsdei részvénykibocsátás mellett. Számos cég megengedheti magának, hogy elveszítse a szaudi ügyfeleket, de az olaj- és energiaipari cégek ezt nem tehetik meg. Egyszerűen azért, mert Szaúd-Arábia a világ három legnagyobb olajtermelőinek egyike, mondta egy befektetési tanácsadó. Az ország energiaügyi minisztere szerint Szaúd-Arábia elválasztja a politikát és az üzletet, és nem fognak az 1973-ashoz hasonló embargót hirdetni a nyugati országok ellen.